Sziasztok, ez itt a Bögre csatorna, én Balázs vagyok, és folytatjuk a Humankind Let's Play sorozatot, ott ahol legutóbb a bajtuk. Ha jól emlékszem, már nem maradt itt sok lépés hátra, úgyhogy menjünk előre, and turn, nyilván ő itt kitámad, ez várható volt, az Arbekizék ilyen tök sok életet veszítettek, mert puncher módon oldottam meg a dolgokat, de mindegy is. A hajók meg fakofolnak. Remélem úgy az lesz, hogy a hajók miatt nem tudjuk megnyerni a csatát, mert az egyszerűen fantasztikus lenne. Azt nagyon-nagyon adnám. Az lenne a kedvenc dolgom valaha. Ha ez ide belép, akkor ez onnantól kezdve tudod lőni vajon? Lépjünk már ide, hát ha... Igen, most már ő tudod lőni. Nagyon jó. És akkor most annyi maradt, hogy ezeket lelövöldözgetni. Ehhez belépünk ide. És mivel én vagyok a védekező, ezért elvileg én nem is tudom őt aktívan támadni, a zászlóját. Ó, az innen tudna lőni már, nagyon jó. Tehát értitek, hogy mi a problémám most ezzel? Te be tudsz lépni, igaz? Igen. Hogy nekem nincs semmi flag, amit támadnom kéne, hogy véget vessek idő előtt a csatának, hanem abban reménykedhetem, hogy itt le tudom lőni a hajóit. Ez nagyon érdekes koncepció. Talán, hogyha hatuszra bemegyek, de szerintem nem. Meg nem is hatuszát téne támadnom, mert Nessát, csak a kettő összeolvadt már picit. De közben két külön városról van szó továbbra is. Mit akarsz? Ó, elkezdem megadni magát. Na, végre valami jó hír. Tudok, Harappa Occupation. Ezeket tudnám elkérni. Vagy pedig vazallust csinálhatnék belőle. De hogy nincs elég warscore-om hozzá. Nekem ez nem tetszik. Értem én a warscore rendszerét, nem is látom egyébként, hogy mi történik. Hatus Occupation, ezek milyen helyek? Mi az a Pollux? Mi az a Shedar? Mi az az Ipedan? Mi az a hat... Ó, ezek a területek nevei. Jó, hogy ezek is hozzátok tartoznak, tényleg erről is feledkeztem. És ezek nincsenek elfoglalva. Harappát tudnám elkérni, meg Zosmát. Nessát nem. Vazalus nem akar lenni. Hát akkor én azt mondom, hogy ez lesz még jobb is. De várj, el kell ezt most fogadnom kötelezően? You're not quite ready to surrender, prefer keep fighting. Igen! Igen, ezt a gombot szeretném megnyomni, tisztelt játék uram. Nem mondod, hogy véget kell vetni a háborúnak, mert ő úgy döntött, hogy neki már nincs kedve játszani. Are you fucking kidding me? De milyen alapon? És basszus, Nessát simán elfoglaltam volna, hogyha nincs az a fucking hajós hülyeség, hogy a hajók is ugyanúgy részt vesznek a csatában és beleszámítanak. Most nem tudom ezt a kört tovább löpni. Will you accept this offer? No! De ő azt mondja, hogy hát azért csak el kéne fogadni. Tehát most véget kell vettem a háborúnak, akármit is. Ez... Már bocsánat, de ez röhely. Tehát ezeket tudom elkérni konkrétan is, Slusz. Harappát meg Zosmát. De nekem nem kell Harappa meg Zosma. Vagyis kell, de kell minden más is. Jesus. Már ezeket is el tudom most már... Ó, még egyet mellé tudok csapni. Polluxot, vagy... Shedart. Aha. De várj, tehát hogy... Oké. Okay. You are forcing the cells to surrender. No, I'm not! Miért mondod, hogy én kényszerítem a keltákat, hogy megadják magukat? Rohadtul nem kényszerítem őket semmire. A játék kényszerít engem. Miről beszél ez a játék? Úristen. Miért? Hát elnézést, hogy most már itt ordibálok, de hát ez röhely. Mi ez a force surrender baromság? Mert ez gyakorlatilag egy force surrender. Most akkor járok a legjobban, ha azt mondom, hogy a Kradid ezt a Polluxot, Harappát, meg a hozzátartozó kis várost, ez csá.
The Horse God, igen. Captured Enemy CC. És mondom, ezt az ostromot is megnyertem volna már, Nessa ostromát, hogyha nincsenek ott a hajók, akik apparently részt kell, hogy vegyenek az egész fucking háborúban. Jó, figyelj, én megkötöm ezt a békét, de utána jövünk megint háborúzni. Tehát, hogy... ennek nincsen vége, barátom. Legalább meg tudjuk nézni, mi van, hogyha kettővel több városom van, mint mennyit megenged, de... én ezzel mindig ki vagyok. Ez kész vagyok ettől. Mi történik itt? Mi folyik itt? Hát ez röhely. Itt vannak városok, amik nem dolgoznak. Adon nekik munkát. Miért tervezik a munkát? Istenem, Istenem. Nagyon várom már, hogy kijöjjenek a patchek, de hogy már egy ideje várjuk a patcheket. Egy darab patch nem jött még ki például arra, hogy jobban fusson a játék. Ami igencsak sajnálatos. Pénzből lehetne több egyébként. Traderenként pénz. Kettő pénz traderenként, három a main plázában. Legyen kettő traderenként, bár 8 kör azt szerintem overkill. Ez nagyon-nagyon sok. Science Money Industry Food. Ó, ez nagyon jó termel ez a város, de jó ég. Még egy ilyen kill, high furnace. Na jó, hát akkor meg kell kötnöm a békét, gondolom. Tehát akkor Harappa, Zosma, elkérjük még Polluxot is, és ennyit tudunk elkérni. Nincs is maradék war score. Kapunk némi reparation-t. Már 15 helyet nem tudok, nem. Marad egy kis reparation. Hát akkor forszolom a surrendert, apparently. Ez azért nagyon érdekes, mert itt van egy gomb, amit én nem tudom elképzelni, hogy mikor kéne megnyomni akkor viszont. Mert hogy... ugye az van, hogy you are not quite ready to surrender and prefer to keep fighting. Ez tök jó. De közben ez a képernyő csak akkor jön elő, mikor már ráerőltetem a békét valakire. Mert a játék azt mondja, hogy oké, most ráerőltetted a békét valakire, have fun. Tehát ez egy baromság. Na mindegy, for surrender. Sure. És most gondolom várni kell egy krízist. Unlockoltam egy éracsillagot. 9 per 7-en vagyok, és annyira nem is borzasztó itt az influence vesztés. Ezzel mi van? Ja, hogy senki nem építi. Hát, Harappá akár építhetné is. 44 kör. Jó, majd bások besegítenek. Ez ugye a Forbidden City. Plusz 25 war support, az mondjuk jó, meg plusz 20 stabilitás. És akkor most ez a csata, ezzel Mizu. Ja, hogy ez döntetlen lett a vége. Aha. Hát vel, érted, hogy a csalsz, akkor persze nagyon sok lehetőség van ilyen dolgokra. De most például én azt mondom neki, hogy ezzel a sereggel szeretném elfoglalni, mondjuk ezt. Vagy ezt. Nem, egyik sem valid. És itt viszont van egy valid title, biztos vagyok. Úgyhogy ezzel majd elmegyek éjszakra, és megnézzük, hogy ehhez mit fognak szólni. Csak kérdés, hogy fogok-e tudni szerezni újabb, mármint Casus Bellit arra, hogy háborúzzak, mert nem biztos. Hát akkor üdvözöljük a Harappát az országunkban. Meg tudom nézni, mi van benne felépítve már. Hát sok szép minden amúgy. Talán nem is olyan nagy kár, hogy nem romboltam le. Most hozzá még lehetne amúgy csapni területeket. Például ezt. Ezt a területet. Meg kéne próbálni ezzel az Underworld Bannerrel elfoglalni. Nem tudom, mit szólnának hozzá. Supply Lines megvan, ami ugye ad plusz egy város lehetőséget. Olyan nagyjából 150 influence-be kerül, hogyha túl vagyok a város limiten kettővel. Úgy tűnik. És automatic creates roads between outposts of your empire. These roads are the moon cost of terrain to one. Hoppá, újabb utak alakultak ki az a birodalmunkon belül. Szóval te gyere már el ide, Plash, és nézzem meg, hogy itt mi történik, hogyha éjszakon én... vagy lehet, hogy be sem tudok menni a területére. Mert ahhoz hadat kell üzenni, vagy jadi-jadi-jáda. Igen, ismerjük ezt. Te gyere le ide. Most ezekkel nem megyek annyira nagyon messzire, mert én igencsak számítok rá, hogy a háború közel van.
a következő háború. Ti maradjatok itt gyógyulva, és ti is gyógyuljatok, és ezt össze kéne vonni ez azra hajóval, aki délen van, de egyelőre nem is viszem messzire. Mondjuk, ha ide Polluxba visszük, plusz felvisszük éjszakra ezt a hajót, amit előtte felfejlesztek, hogy bírja az utat, Karakra, akkor az egy jó opció lehet, hogy itt találkozzanak. Oké. Itt ezt a lovasságot kéne ugye felfejleszteni. Szerintem most ezt megengedhetem magamnak, és amúgy pedig gyógyulni, de gyógyulni nem kell, úgyhogy csak simán állomásozzatok itt legnagyobb békében, és megegyezésben, és barátságban. Te segíts már ezt a kínai cucc építését. Itt meg... hát nézd! Egy kis extra science mindig jól jön. Public Fountainre semmi szükség. Suli, vagy pedig van science per pop. 50 science plusz, az egész jó. Jó, nincsen 10%, de ilyen 5% megvan. Közben itt kiderült, hogy itt majd olaj lesz. Én nagyon várom. Akkád. Ugye Akkád kapta meg most nemrég ezt a Libertas nevű városrészt. És ezt kicsit csökkentett is a stabilitását, úgyhogy talán azt azon javíthatnánk mondjuk egy jó kis Commons Coacher-rel. Hova érdemes ezt lerakni? Ide, 15 stabilitást adna, plusz még egy kis influencet is. És közben felfedezték a mozit, ami azt illeti 880-ban járunk Krisztus után, de nem baj, felfedeztük a mozit, és szórakoztatásra akarjuk használni, vagy pedig tájékoztatásra. Legyen szórakoztatás. Miért ne? Abból baj még nem volt, ugye? A következő, amit én akarok itt, ez a Luxury Manufacturing. Oké, azt viszont tényleg szeretném, mert ez egy tök jó dolognak hangzik. Mirfek populációja növekedett. Az nem tudom melyik, de tök jó. És akkor most ezzel be tudunk ide menni? Hát elvileg igen. Nem írja ki, hogy ne tudnánk. 6 körig tartani azt az admin centert elfoglalni? De azt mondja, hogy el tudjuk. Hát nézd, menjünk be. Tehát ez ne akadályozzon minket bármiben is. Illetve van itt egy másik seregem, ami nem csinál semmit, de hasonlóra lehetne használni. Bár az is igaz, hogy ennek biztos van cooldownja. De hogyha ezt a szigetet megnéznénk magunknak. Te menj már oda. Mi volt egyen bonyolult olyan kérés, srác. Te csatlakozz hozzájuk. Alakul itt szépen a sereg. Egy újabb sereg. Itt ezzel nem tudok lépni, akármennyire is szeretnék. Ti viszont megálltok itt pihenni. Meg te is. Te várd meg a haverodat. Ezt tudjuk fejleszteni, vagy ez Karak? Ez Karak. Oké. Akkor never mind. 16 kör még mindig a Forbidden City. Most már csak 11. Azt hiszem még egy város már nem érdemes rápakolni. Most ez így rendben lesz. London pedig kaphatna egy kis újabb tudományt. Vagy ő még nem kapott tudományt pluszban. Kajából nagyon jól áll, úgyhogy jöhet extra tudomány, vagy így, vagy pedig a Cabinet of Curiosities segítségével 31-en laknak itt, azért az elég sok tudományt beadna. Azért. Populáció gain, populáció loss. Valószínűleg ezek már outpostok, amik veszítik a populációt. Azt nézem, hogy van-e itt most valahol outpost, ami nem része az országnak. Pollux nincs, ha semmihez hozzákapcsolva. Csíííí. Hát ez nagyon... Jó, nem nagyon rossz. Meg lerakok némi fát. Influenceből telepítek fákat, mert ez később jól fog jönni. De szerintem ez hozzá lehetne pattintani itt Harappához. Harappa kibírja. Harappában jelenleg a stabilitás... Most még nem bírja ki, akkor Pollux meg egyelőre hagyjuk, hogy növekedjen, és majd utána talán erre is sor fog kerülni. Tehát azt mondjuk, hogy elvileg ezzel most ide jöhetek elfoglalni. 750 forintba kerül, és gondolom meg tudja akadályozni, de nem fogja tudni ma akadályozni aktuálisan. Sose használtam még ezt az ultit, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek rá. Közben pedig ezzel a hajóval lejövök délnek. Ja, nem ezzel a hajóval akartam levenni délnek. Na mindegy, állj meg ott. Hanem ezzel a sereggel akartam hajóra szállni. Hát majdnem ugyanaz a kettő végül is. Szinte ugyanaz.
Szippárba. Kaja, pénz, 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 pénz nem az igazi szippárban. Bír egyébként ez negyedeket? Elvileg igen. 17 plusz pénz, viszont veszítünk kaját, meg építést is. Mi lenne, hogyha máshogy oldanánk meg a pénzt? Például van itt ez. Itt vannak már korszörök? Melyik kell nekem? Ez. Market quarter. Egy darab market quarter nincsen egész szippárban? Vagy csak nem látom. Úgy tűnik nincs egy darab market quarter sem. Hát akkor ez el is dőlt. Építsünk már egyet. Csak hogy legyen mutatóba. De ez mi? Ez exploitation. Jó, akkor ezt végülis lerombolhatom idézőjelben, ezt exploitation-t. Sok pénz fog bejönni belőle. Kaját veszítünk, meg építést veszítünk, de ez most teljesen oké. Okay. Itt pedig... Hát itt amúgy tök jól bírja ez a város. Ő kaphatna Londonia szerintem még egy negyedet. Hamált simán megkaphatná. Hamál nagyjából kész is van. Tehát oda már nem tudok sok mindent építeni. Ezt mondjuk ide építem, nem oda. De hogyha Londonia megkapna Hamált, akkor még mindig tök jó lesz neki. Akárhogy is nézem. Miért nincs? Pont nulla kaját termelünk? Ó, akkor egy ilyen negyed azért még lejöhet, mert hirtelen akadtak problémák. Északról érkezik itt egy sereg, ami akár probléma is lehet, főleg hogyha én problémával teszem. Ezek mind crossbowmenek, szerintem nagyon szépen le tudnánk őket győzni, csak mondjuk ahhoz kéne, ugye, hogy kicsit modernebb hadsereggel álljunk neki a feladatnak. Még a pikement is fel tudnám állítani. Nem tudom, tudnék ellopni tőlük pénzt. Talán igen. Szerintem érdemes lenne kicsit odalépni nekik, hogy érezzék a törődést. Crossbowmenekkel harcolnak. Tehát eleinte valószínűleg nagy sebzést szenvednénk el. Vagy fogunk elszenvedni, most már ugye ez deklarált dolog lett. Elég jó a területnek a geográfiája ahhoz képest. Igen, én kezdek vagy ő? Szerintem én, az viszont nagyon jó. Mert akkor, ha ő kezdene, akkor ugye tudna lépni és utána tudna lőni is, ha minden igaz. Viszont így ennyi minden. Ezt nem mondjuk lehet, hogy ütök ide. Ó, erre kellett volna ütni. Na mindegy. Most ezt nagyon kimaxolom, mind maxolás tekintetében. Ezzel oda tudok lőni, az jó, kár, hogy nem hal meg teljesen az az egység. Ezzel, ugye ez dombom van, az nem az igazi, de hogyha feljövök, nem tudok felmenni. A lovassággal fel tudok menni, és le tudom ütni a dombról, szuper. És már csak ezen a dombon lévő marad, ami igazából kérdés lesz, tehát ő egyet fog tudni lőni, gyakorlatilag. Még ezzel odalépünk. És ez még marad lépésre, de azzal nem fog tudni mit csinálni. Úgyhogy az lesz a terv, hogy bejövök ide. Mert itt a fák, azok adnak némi fedezéket. Ő egyet lő, nyilván ez az összes sebzés, amit elszenvedünk. Ha ezzel oda támadok, akkor viszont ő meghal. Yep. Bár hogyha elállnék innen, akkor lehet, hogy anélkül meg tudom ezt csinálni. Mondjuk így. Ha így nem is hal meg mind, de itt van még ez, és ez meg tudja ölni. Szuper. Na, ez jó kör volt. Na, kapok érte valamit. Semmit. Literálisan semmit. De kicsit megmutattam, hogy... Azért csak óvatosan. Srácarc. Szóval jövök ide az ellenséghez. Hogy állunk éjszakon az elfoglalással? Még mindig 6? Jó, már csak 5 kör. Jó. Nem tudom, fog-e jönni valaki, hogy megmentse azt a várost. Ha jön, talán meg tudom menteni, vagy nem is város, azt hanem outpost. De ez egy kicsit éjszakabbra vezényem ezt a regimentet. Én már nem is akarok veled beszélni, Maja dude. Az egyik, ez a másik. Ja, hogy el kell utasítanom mindenképp. Akkor szokásos counter-l utasítjuk el. Itt azért még kéne egység, ez még kevés lesz bármihez is. És akkor ezek pedig egyesülnek. Cannot be done as the army is currently trespassing.
Really? Hát ez több, mint szomorú. Akkor te csak állj meg itt. Vinnem kell hajókat is most már az ostromhoz, meg kell őrülni. Riches of So Far Shores, mit tud ez? Bár úgy tudjuk beadni, mert egyszerűen nincs elég influencem. De ez 30 war support, vagy minus 20% required resources deposit, to be able to get a wondrous resource deposit. Ez mind. Vajon tudok-e valóval lerakni most ilyen épületet, amit most kifejlesztettem? Ez ugye akkor tudom lerakni, hogyha valamelyik nyersanyagból nagyon sok van nekem. Itt is van. Itt is van az incense manufaktúrát, például ide le tudok rakni egy kör alatt. Már lenne, és ez ad nekem plusz influence-et. És ez nyilván lecseréli az Artisan Districtet, nyilván. Ez majd akkor jön, hogyha elkészült a Cabinet of Curiosities. Viszont mi a helyzet a többi várossal? Van-e valahol még? Itt is van egy. Akkor ezeket szépen kiszórogatom. Ez például márványra van. Itt, itt kettő is van. Az egyik Sage. A másik pedig... Show. Azt hiszem kicsit javítják a termelést is. Tehát nem csak annyi, hogy most plusz extra influence, de talán még a termelésen is kicsit bővítenek, de erre ne idézzetek. Ah, egy jó kis gemstone manufaktúra. Finchi. Victorious. Ja, mindenki boldog, mert nyertünk háborút, és ezért magas a stabilitás. Le tudok rakni egy ilyet azonnal influenceből. Jó. Propus jelenleg nem tartozik sehová. Elviselni vajon Londónia? Nem. Propusznak a saját városának kéne lenni, mert akkor jöhetne hozzá ezek a területek is, amit lehet, hogy megcsinálok ezzel a sereggel. Meg hogyha esetleg egy Settlers-t le tudok hozni, az is meg tudja, influence költség nélkül. Jó, lehozok még egy Settlers-t is. Nyertél. Van még valahol, ahova tudok ilyen cuccot lerakni? De hova tudsz kikötőt rakni? Ja, oda? Lol. Hát akkor by all means. Még gyorsan végigkattingatom. Nem tudom, mi a gyors gombja annak, hogy következő város. De úgy látom, nincs neki. Ide is jöhet egy ilyen cucc, tök jó. Mert kikötő. Ezért szépen elköltöm az influence pontokat. Valószínűleg ezért nincsen soha nekem influence-em. Elég influence-em. Ez cannot be done with enough. Oké, ez nem számít. Ez nem számít, majd abból lehet, abból a fajta nyersanyagból kéne még szerezni egyet. De azt hiszem, körbeértünk. Nok, populáció növekedett, ez tök jó. Igen, most ott azért van is miből, mert elég sokakat besoroztak a háborúba. Vagy mennyi ennek a cooldownja? Lehet, hogy csak addig van cooldown, amíg nem végez a feladattal? Azt mondjuk tetszene. De valószínűleg nem. Utána biztos van még 5 vagy 10 körös cooldown. Harappa is növekedett. Ér a csillag kioldva, és ez azt jelenti, hogy mehetünk a következő korba. Két ér a csillag, és megőrülsz. Kivel van szemben? Ó, a kelták migrálták az embereimet. Hát ez egy nagy hiba volt, tisztelt kelta uram. Mert erre tudok majd egy háborút hirdetni talán idővel. Itt a krízis, learn my population, 4500 forintot kérek cserébe, demandoljuk, és ezért növekedett a war support, de hadat üzenni még úgy tűnik, hogy nem tudok. 80 war support kéne, én mindjárt nem tudom teljesen honnan jönnek a war supportok, szóval fun. Hát gyere ide a határ közelébe még. Hogyha megszerzem ezt a die-t, akkor elvileg ide tudok lerakni majd egy diamond faktúrát. Pont erre mondtam az előbb, hogy nincs még elég nyersanyag, de azzal pont lesz. Ahhoz, hogy jobban működjenek a dolgok. És hogy azt is felépíthessük. Itt már megint nincs elég ember. Hát igen, kezdenek a városok kicsit szükkössé válni. Tikállal szemben van amúgy valami. Vagyis hát a majákkal szemben. Nincsen war supportom elég, hogy támadjak. És nincsen krízis sem, ami ezt így... ebben így segítene. Ő egyébként egy traitor. És megkaptam a hős badge-et, hogyha rátámadnék. Hát én nagyon szívesen lennék hős, csak...
Sajnos ez nem így működik. Na mindegy, mit tud nekem adni? Ugye a Hamlet az ad egy csomó ilyen cuccot, egy csomó slotot, négyet konkrétan. Szóval az jó lesz. Itt azért nagyon jól állunk ilyen szempontból. 30 popra 48 munkahely. Szóval ebből nem lesznek problémák egy hamar. Sőt, itt alapból nincsenek problémák. És amikor nincsenek problémák, akkor elkezdek a tudománnyal foglalkozni. Van valami esemény, új Civic. Kiváló. Plusz 5 Marion Plaza, vagy plusz 3 Combat Strength on Militia. Egyiket sem tudom használni. És választhatok új kultúrát, úgyhogy miért is ne? Ó, mondjuk ezt az Expansionistart még megszerezhetném. Akkor még ne. Még ne. Pontosan azért ne. Mert még ezt a képességet akarom használni. És ugye, mivel én Expansionista civilizáció vagyok, ezért nekem több pontot ér az Expansionist csillagok. Több pontot adnak. Szóval kiverjük még ezt a három kört. És utána fogunk választani. Ez most kicsit fölösleges minmaxolás, de minmaxolás ettől függetlenül. Movable Type-ist felfedeztem, ezért jár 50 fame. Köszi. Te pedig propuszból csinálj lassan egy várost. Úgy döntöttem. Meg ide kéne lerakni újabb outpostokat. Például itt most nincsen jelenleg még egy sem. Pedig ez olaj kitermelőhely, sőt valószínűleg itt uránium vagy valami hasonló móka is lesz. Úgyhogy rakjunk le egy várost. Majd utána át tudjuk helyezni. Annyira nem fontos, hogy ez most jó helyre menjen. Egy nagyon borzasztó ez az egész district, vagy akárminek is hívják, régió. Ez ilyen szörnyen szűk az egész. Talán ide lehetne lerakni egyet. Talán. Jó, vegyük oda. Aztán majd éjszakra is kell menni, oda is kell lerakni még egyet. Propusz simán el fog tudni viselni, vagy hármat. Három területet, ezt, meg ezt, meg talán még ezt. És akkor alapvetően én boldog leszek. Ti most itt kivártok, jó? Csak így nézelődjetek, ismerkedjetek a helyjel. Itt pedig Babilóniában nincsen elég hely, úgyhogy jöhet a Hamlet. Szerencsére nagyon sok terület van Babilóniában, ahol tudok építeni. Várj, itt most elkészült akkor, ahol elkészült a a manufaktúra. Szóval Babilonhoz, vagy Babilóniához nagyon sok outpost tartozik, úgyhogy bőven van hely arra, hogy terjeszkedjünk. Londonia meg egyszerűen csak jó helyen van. Szóval igazából így ennyi. És hozzá tartozik ilyen sok terület, és mindig 100%-on van a stabilitása? Azt a rohadt, azért az nagyon durva. Adjunk egy kis influence nekik, csak hogy itt a barbárok érezzék a törődést. De lehet, hogy még Mirfak meg Emiv is csatlakozni tud hozzá. Ez egy óriási város lesz. Jelenleg 49-en laknak benne, tehát mindenképpen ott van a legjobbak között. Nok populáció növekszik, és úgy látszik, hogy nem nagyon akarja megvédeni itt ez semmilyen módon az outpostját ez a terület. Még ezt gyorsan meg akarom szerezni ebben a mai részben, csak hogy történjen valami izgalmas is. 35x35, jó, akkor ide is jöhet egy Hamlet. De messzire költözik a srác, de hát nézzétek, hogyha erre van igény, hát én nem fogok. Nem veszek semmi jó elrontója. Elvileg te most itt tudsz... Ó, rosszat építettem. Mióta fogjátok a fejeteket a képernyők előtt, hogy véletlenül egy kémet építettem Settler helyett. Olyan hasonló a kettő. Ezt akartam aktuálisan. Várj, tudod mit? Nem is így. Fucking fizetek érte. Fizetek a butaságomért. És akkor a következő körben oda mehet. Hát igen, ez újabb háromkörös veszteség. Na mindegy, itt viszont le tudom rakni ezt az outpostot. Szóval bubup, komolyan bububnak hívod, nevezed el? Wow. Tisztelettel nem sok tisztelettel rendelkezel csórikáim felé. Bubuk. Hát jó. Menjünk Sisbe, mert kicsit Sis az a terület. És újabb törvények, amikkel nem foglalkozunk. Mondjuk ez már lassan közeledik a pénzem oda. Plusz egy influence on market quarter, vagy plusz egy influence on maker's quarter. Ez a maker's mi volt a másik? Maker's volt az egyik. A másik a market. Ez nagyon hasonló. Egymást ez a két szó. Nem ideális. Na és közben megszereztük Niament. De megszereztük Do? Megszereztük. Csak debután van itt kialakítva ez a szektor. Nem tudom hozzácsatolni Niament semmihez.
Ó, és nem szereztük meg vele a Dye-t. No. Nyilván jöttek hozzám, hogy adjam vissza nekik, ami az övék. Nem. Mennyi itt a... 9 kör? Amíg megnyomhatom megint ezt a gombot? Akkor csak simán megint expanzionista civet választok, azt csókolom. Tehát ennyit nem ér meg a dolog. Hogy most megint várjak 9 kört. Nem, ami azt illeti, ki fogjuk választani az új civilizációt a következő kör elején. Nem, a következő rész elején. Úgyhogy mára köszönöm szépen a figyelmet, ennyi voltunk. Múlt héten csak egy darab rész volt, de most visszatérünk a megszokott kerékvágásba. Úgyhogy a 21. résszel csütörtökön folytatjuk. Sziasztok!